A közel 40 kisgyermek sugárzó arccal várta a Mikulás érkezését. Nagyon vidám hangulatot varázsoltak, tánccal és énekekkel csalogatták és fogadták a Mikulást. Az élő zene is emelte a hangulatot. Zenéit Berg Péter hegedű játszotta. Nagy volt a boldogság a Mikulás érkezésekor. Mindenki kapott ajándékot és beszélhetett a Mikulással, sőt, fotókat is készíthettek vele. A rendezvényről a szervező nyilatkozott. Az adventben a Dunvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Szülőek Szülei Egyesületnek van egy közös szervezési programja, ami az egész adventen végighúzódik. Az azt jelenti, hogy az advent nyitányakor múlt szombaton a Szülőegyi Kápolnában advent egy nyitó szentmise volt, ami egyébként minden szombaton lesz 17 órakor ezután, és utána pedig itt a Hegyalja téren van egy kis ünnepség, gyertyagyújtás ökonomikus keretek között, utána pedig gyerekeknek műsor, és hát utána egy kis zenehallgatás. Konkrétan a kérdésre válaszolva, ugyanak mi, tehát a Horváth Egyesület és a Szülőek Szülei Egyesület közösen szerveztük ezt a Mikulás estet, főleg helybélyeknek, de ahogy látom, jöttek azért máshonnan is, és örömmel fogadunk mindenkit, aki ezen részt vesz. Több mint 40 gyerek tudomásom szerint jött el a szüleivel, és nagyon élvezik, és mi is örülnek, hogy így sikerült ennek a nagyon rossz idő ellenére is. A minden évben megrendezendő esemény felkészítésében nagy szerepe van a tanárnéniknek és az óvónéniknek. Ez a lelkesítő feladat nagy örömet okoz mindenkinek. A gyermekek lelkesen készültek az ünnepére, és izgatottan várták a Mikulást. A felkészítésről mondott pár szót Vincellér Kucskár Nóra. A Szölegyek Szölegyet Egyesület és a Horvát Önkormányzattal közösen szerveztük a gyerekeknek ezt a Mikulás ünnepséget, ahol főleg a szőlőhegyi gyerekeket szólítottuk meg, de azért elég szép számban jöttek környező falvakból és a városból is, aminek természetesen nagyon örülünk. És egy kicsit, hogy emlékezetesebb legyen ez a dolog, egy kis pici táncházzal készültünk még a gyerekeknek, és ugye úgy vártuk a Mikulást, aki természetesen nem üres puttonnyal érkezett hozzánk. A szép téli havas és hideg környezetben öröm volt látni a sok-sok csillogó szempárt a téren, ahogy várták a Mikulást. A gyermekek boldogsága a legnagyobb ajándék az életben, s ehhez a Mikulás is nagyban hozzájárul. Boldogsággal zárult az ünnepség.